jót örül önöknek, és hasonló szépeket kívánok én is. Meg voltam egy kicsit ijedve. Azért voltam megijedve, mert előttem, akik beszéltek, azok mind olyan beszédeket mondtak, amelyek tisztán kegyeletiek voltak. Tehát ha azokat meghallgatja az ember, vagy meghallgatta, akkor abból nem derült ki, hogy akiket most temetünk, azok nem ágyban és párnák közt haltak meg, hanem hogy felakasztották őket, lelőtték őket, utána ugye beletekerték őket kátránypapírba, összedrótozták a lábuknál, leöntötték mézzel és hassal lefelé, tehát ami a keresztény kultúrkörben a legnagyobb ember elleni legnagyobb vétek, hogy hassal lefelé, vagy arccal lefelé fektették be őket a sírgödrökbe, aztán rájuk dobálták a földet. Én egy olyan beszédet írtam, amiben benne volt a kegyelet, de alapvetően arról szólt, amiben élünk, meg ami ide vezetett, meg szóval politikai beszéd volt. Egyfelől ott van az ember előtt egy olyan példa, amit nehéz megemészteni, meg hát azért fantasztikus. Másról meg nagyon jó érzés, hogy mondjuk a 15 éve fiatalabb húgom, ő már lehet, hogy érettségi tételként is tanulja, és ott remélem, hogy az unokáim, meg a gyerekeim is már fogják tanulni, ez meg egészen fantasztikus. Nekem a legnagyobb élményem mind a mai napig, ha itt most az előbb a téren is volt ilyen ember, akivel találkoztam, hogyha találkozom velük, és van 2 perc, akkor azt mondják nekem, hogy én emlékszem, amikor maga itt beszél, hogy én akkor itt voltam, hogy akkor amott voltam. Mindenki tudja, aki hallott akkor beszélni, hogy éppen hol volt, és a mai napig emlékszik rá. És szerintem persze a történészek is majd eldöntik, mi a történelmi jelentőségű, és mi nem, azt rájuk kell hagyni. De az emberek szívéhez mindig az áll legközelebb, az ütötte őket leginkább szíven, ami rögzítette a pillanatot, és amire emlékeznek életük végéig, hogy aha, amikor ez a mondat elhangzott, akkor én itt voltam. A hitünk a magunk erejében képesek vagyunk égetetni a kommunista diktatúrának. Ha elég eltökéltek vagyunk, rátoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről.